Kjær vær ostroman. Másnap hajnalban Tővár meg indult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy fél napi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni, a két kapitány követet küldött a sárváriakhoz, kínálja föl nekik a békét, ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amire akarnak, nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert be nem eresztették a várba, csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra, hogy neztek a béke, nyújjatok érte. Nyújt biz azért a senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy eszenékül sarkantyúba kapta lovát, úgy nyargat vissza Kővárra. Nagy piromkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörtén. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam én ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a fók. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk. A kőhányom mozsarak, a mezei tarackok dübörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, láncsások, kopjások, muskétások. Legelő tarpik fegyverbe a két kapitány, széles lengyel kard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukba. Olyan hadikészültséggel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonna tájban megérkezett a sereg Sárvár alá, és neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölt a kezét. Ha csak azt a harcsa bajuszut megfoghassam. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal kalácssal kell hozzá lennünk, tudja kegyelmet, mit mondott a fejedelem, haja szála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülés hal Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta onnan egy golyó, mint a soha ott se lett volna. Ó, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csináltam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már felesett réfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puskalövésnyire. Ott vonták fel a kapitányuk sátrát, és elkezdtek tanácskozni, hogy mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Buzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd, csupa ijesztegetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobban tud kegyelmet? Küldjünk hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon Kelmer! Én, merezgette szemét Buzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra, de hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is ég bele az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzett egy nagy fehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékba, tehát ne lövöldözzék, és oda ballagott a vár elé. Ahú, 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 kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját nem lehetett sehol látni, de a hang nagyon ösmerősnek tűnt Ebecki uramnak. Béke ajánlatot hoztam, tázd meg magadnak, a fejedelem megbocsát nektek. Azt majd csak akkor hiszük, ha ő mondja, jöjjön ide ő nagysága, maga személyében. Ti veletek nem állunk többé szóba. Ebecki uram megvakarta a feje búbját. Legalább azt mondjátok meg, hogy miféle népek vagytok. Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani, majd megösmer az magától is. Mit volt mit tenni, visszason fordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot a kapitánytársával. Szégyen, nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet, meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől. Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették még most se, hogy kik azok, akik olyan könnyűszerrel megkaparintották Erdély végvárát.
Három nap alatt, amíg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni. Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnődött Ebeci uram. Buzárd Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szivogatta, de nem szólt az semmit. Az én Isten szigeti gyerekeim azok, gondolta magába, ők olyan rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallét adtam értük, és az is lyukas volt. Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem, nagy, üveges batárba, az erős moldvai paripák habosra szaladták magukat, alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Buzát uram azonban eléje ugrott, hová gondol nagyságot, csak nem egy fegyvertelen kézzel ezelé a gonosz nép elé, bizony még meglövöldözik nagyságodat. Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodása, hanem lépkedett sebesen a vár felé. Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon, egy csomó rongyos gyerek futkozott előre-hátra, puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várba eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú máddal, amelynek a végén az apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öreg ember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele. Úristen, de furcsa népség! Mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, és egyszerre meghökkenve kapott a homlokához. Ejnye! De ismerősnek tűnik neki az a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos karcsillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugye jó kivenni a magasságba, de a járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne. Hé, te, fiú! Kiáltott fel a fejedelem. Nem, de nem te volnál-e, apafi, mi a herceg? Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem. Tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek. Ho-ho, fiam uram, gyere csak le ide hozzám, ott beszéljek a fejeddel. Nem én, apám uram, le nem megyek addig, amíg velem nem jönnek a pajtársaim is. Szitári Ádámka, meg Szitári Tamás. A szitári gyerekek, álmikodott a fejedelem. Mit bánom én, jöjjön leveled a szitári gyerek is, mind a kettő. Nem lehet ám, apám uram. Nem emlékszel rá, hogy mit fogadott Tamás? Az, hogy ő addig a színed elé nem kerül, amíg szabad nem lesz az édesapjuk. Ádámka is ezt fogadta. Igen, az édesapjuk, Szitári Kristóf. Az emni, csak ugyan. Én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról, a üssek ő. Hát legyen szabad Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat. Nem telt bele három szempillantás. Rettentő örömújjongások között sarokra nyílt a nagyvas kapu. Csak hogy nem a rongyosak újjongtak, nem, hanem az ostromló sereg. Buzátorom olyan kevésen lovagott be a várba, mintha nehéz harcba török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott les fel a gyékeny bocskorban az udvaron, addig míg a fejedelem bezárkózott a címterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal. Mi lesz most, teremtő Isten, mi lesz?